Védelmi gyakorlat az iparcsatornánál. A szakemberek először a mobil szivattyúkat telepítették, és már a búvárok is készülődnek a bevetésre. Az akció annak az olasz-magyar projektnek volt a része, amelynek célja, hogy csökkentsék a buzgárképződésből álló árvíz kockázatot. Németh József, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője elmondta, a gyakorlat nem csak a jogszabály előírásai miatt fontos. Én azt gondolom, hogy ez jól felfogott elemi érdekünk, hogy ezeket a gyakorlatokat megtartsuk és teljes odaadással végezzük, hiszen nagy szükség van arra tapasztalatra, arra a tudásra, amit egy ilyen védelmi gyakorlat során meg tudunk szerezni. Németh József hangsúlyozta, a 2013-as árhullám óta számtalan beruházás valósult meg, amelyek hozzájárulnak a térségben élők biztonságához. Megvalósult Duna projekt keretében Mosoni Duna jobb, illetve balparti árvízvédelmi vonalaknak a megerősítése, Mecsér Dunaszentpál térségében új árvízvédelmi vonal épült, elkészült Marccal jobb part, illetve Bornártér visszatöltésezését biztosító árvízvédelmi vonalnak a megerősítése, és itt ebben a térségben Rikolcsi árvízvédelmi vonal, és annak zárásaként az iparcsatornát lezáró torkolati műtárgynak a megvalósítása. Radnóti Ákos Győr alpolgármestere kiemelte, a kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek a nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve végezzék munkájukat. Hozzátette, az önkormányzat további fejlesztésekben is gondolkodik, amelyeknek köszönhetően még aktívabbá válhat a város vízi élete. Győr a folyók városait nyilván sokkal több beavatkozásra van szükség. Nagyon sok projekt, fejlesztési terv, elképzelés van az önkormányzatnál is, úgyhogy számítunk az együttműködésre vízügyel továbbiakban is, hiszen szeretnénk, hogyha a folyami élet beindulna, még aktívabb lenne, és hát ezzel kapcsolatban biztos, hogy több teendő is lesz. Az ideiglenes záróelemeket daru segítségével emelték a helyére, a búvárok feladata pedig az volt, hogy megvizsgálják, hogy a műtárgy pontosan illeszkedik-e. A teljes projekt összköltsége csak nem 3 millió euró.